görög istenét legfőbb jellemzője az az, hogy politeista, tehát több istenhívő vallás. Éppen ezért nagyon sok istennel rendelkezik. Természetesen a legfontosabb isteneket azokat ismerjük, ugye Zeus, mint főisten, illetve mellette vannak olyanok, akik szintén jelentősek. Gondolom a két testvér Poseidon és Hadész neve az ismerős lehet számotokra. Tanár úr, egy kérdés. Szokás szerint 5 perc hamarabb nem engedne el minket? Tudjátok mit? Valaki lefordítja ezt a latin mondatot, amit fölírok a táblára, elengedlek veleteket. Domum irre non potest. Na, valaki? Tanár úr, nem áll. Most tényleg azt jelenti, hogy nem mentek haza hamarabb? Pontosan, kolléga. De tanár úr, megy a buszom. Hol lakik, kollégina? Hát tanár úr tudja, Kanadában. Ebben van Kanada. Te akkor maradsz, a többiek pedig elindjenek hazafelé. Te sok néko gondi előtt. Foglalj helyet! Üdvözöllek, Oliász! Szükségem van rád és a diszkréciódra. Nem tudhatja meg a többi isten, hogy mi történt. Történt ugyanis, hogy tegnap egy kicsit, hát mulatoztunk itt az égiekkel, és hát nem igazán vigyáztunk. Így történt, hogy a négy gyerekék egyikét ellopták, azonban csak is közülük férhetett hozzá valaki. Így nem bízhatok senkiben. Most bizonyíthatod, hogy méltó vagy-e, hogy Isten legyen. Hát ilyen, hogy történt? Nem tudom, de bárki tette, az maga a megtestesült Zeus.
Félisten vagy. Megvan a tudásod, hogy megakadályozod, hogy ellenük használják föl az erekék erejét. A bajtársaim nélkül nem megyek sehova. Jó. Hát legyen. Vidd magaddal a barátaidat, de csak azokat, akikben igazán megbízol. Az istenek úgy segélyenek. Jó, tese. Köszönöm. GPS szerint itt található az egyik erekje. Ja. Hát ki a fene vagy? Hát nem hallottatok még? A nagy Árész Gerzsorról? A háború istenéről? A legendás olimposzi harcosok kiképzőjéről? A legendás kürt őrzőjéről? Lá, mindegy is, mi áradban vagytok? A legendás kürtért jöttünk. Ha! Ti buhányok! Csak nem gondoljátok, hogy méltók lehettek a kür birtoklására? Azt hiszed, nem vagyunk méltóak rá? Egy kör az embereid ellen a végtelenség futamán. Ha én nyerek, miénk a kürt? Rendben van, áll az alkú. Jó mulatság lesz. Srácok, taktikai megbeszélés. Rajthoz! All my friends know the lowrider. Vigyázz! Kész! The lowrider is a little higher. A görög jó kurt! Ha minden igaz, itt kell lennie Atlasz földgömbjének. Nézzétek, Apolló! Úristen! Mi a fene?
estét kívánok, hölgyeim és uraim! Ez itt az Atlasz Zsolt Show! Ma este újból egy nagyon érdekes tudás alapú vetékedővel készültünk önöknek! A ring egyik oldalán Apollo László! A ring másik oldalán Oliász és bandája! A nyeremény pedig nem más, mint a legendás Földgömb! Először is kezdjük egy bemelegítő kérdéssel Oliász és bandája. Mihez kezdenétek a Földgömb erejével? Helyreállítanak a békét az Olimposzon, meg ilyenek. Aha! Na és maga Apollo László? Mindenek előtt bevezetném a kötelező rajzfaktot. Igen, és? Hát, mármint a földrajzfaktot természetesen. Helyes a válasz! Egy pont, hogy is hívják, Lacinak? Hé, ez igazságtalan, ez csalás! Első kérdés. Ki a Szilágyi legkipihentebb diákja? Helyes válasz, egy pont Oléknak. Második kérdés. Mi esik leginkább nehezére egy szilágyis diáknak? A. Hogy a szíve ne legyen szomorú, ha rádomlik a szép. B. Pontos órakezdés. Vagy C. Tanulni is valamit. Húha, ez fogós kérdés. Talán... nem is tudom. Talán pontosan érkezni az órára. Helytelen, az összes. Harmadik kérdés. Hol található Grúzia? Hát a térképen. Értem én a viccet, csak nem szeretem. Negyedik kérdés, és egyben az utolsó. Mi hosszabb egy utolsó órás dupla faktnál? A menzasor. Helyes válasz! Meg is van a győztesünk! Hú, szuper! Köszönöm! Azt a mindenit! Köszönöm szépen! Hú! Ez csalás! Ez nem igaz, hát egy igazságtalanság, ez nem ilyen. Nyugi, nyugi. Inkább keresünk az utolsó erekét Apollo előtt. Lám, 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 csak nem tolvajok tán. Mit kerestek, kicsi bárányok? Tán hangomat megkaparintani akarjátok? Akkor előre mondom, hogy ebből ne legyen később gondom. Ha féltett kincsemre fenitek fogatok, azt még lélegzem, meg nem kapjátok. Na jó, ez nem az, aminek tűnik, csak hogy tisztázzuk. De nyugi, nyugi, nem tolvajok vagyunk. De igen, a hangorért jöttünk, ami meg is van. Szóval mehetünk is. Állj! Ha azt mondom, állj! E nemes trófea nagy felelősséggel jár. Nem kaparinthatja meg akármilyen csodabogár. Esetleg egy pár baj dukál? Elfogadható, mit a hölgy ajánl. Zene lesz a próba. Ha letaszítotok a porban, tiétek lesz a hangom. Ha nem... enyém lesz az a bolond. Akkor nincs mit vesztenünk, áll az alkó. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la. Gyerekek, ez nem jó. A saját játékában nem tudjuk megverni. Esélytelen. Á, gyerekek, van egy ötletem. Lábatokat ide többet be ne tegyétek! Ne hagyjátok meg lukni! Menj, kapd el! Igen, akkor nézzük, hogy ér véget a történetem. Majd mikor Oliászék azt hitték, végleg győztek, Danilo elárulta őket, és az ereklyék erejével elpusztította őket. Hogy micsoda? Komolyan azt hittétek, hogy ő áll az egész mögött? Hogy szerintetek honnan tudta, hogy hol vannak az erekék? És tudjátok, mi volt a legviccesebb? Hogy végig az orrotoknál fogva vezettelek benneteket, és még csak észre sem vettétek. Tudtam, hogy Zeus csak Oliásznak árulná el, hogy hol vannak az erekék. És meg is jött a tervem. Elmondta, hogy hol vannak az erekék, és mi meg is szereztük őket. És most itt vannak nálam, egytől egyig. Az ereklyék erejével igába hajtom az isteneket, és én fogom uralni az egész Szilágyit. Tudod, hogy ezt nem hagyhatjuk neked. Gondoltam, hogy így álltok majd hozzá. Na jó, akkor én ebből most inkább kimaradok. Nyomjátok. Alexus, ne! Miért mindig a legjobbak? Miért? Meghalt az Ádám. Dandy, ezért megfizetsz. Biztos vagy te ebben? Nem hiszem. Ez még micsoda? La 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 la. Mert is? Nem megmondtam, hogy nincs esélyed. Ez az egész előre meg volt írva, és nem tudsz változtatni a sorsodon. Biztos vagy ebben? Ne! 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 Mit tettetek? Újra halandó lettem? Vásárolj dönni. Inkább gyere diáknak hozni. Igazad van. Így is pacek a stíl. Na csumi!
Jó van, Karanda. Akkor te maradsz, a többiek meg elindjenek hazafelé. De tanár úr, nagyon viszont. Hang. Forog. Mehet. Még egyet. Mehet. Lefagytam, jó, várjál, újra. Az istenek úgy segéljenek. Jó, tesem, köszönöm. Igazgató, ez életem nem tudom, mi volt ilyen kerülete, megjön külön számomra húzzátok ki, viszont itt legyetek hallottak. Szabi most meghalt? Aha. Ja. Hát nem hallottatok még a nagy Ádész Gerzsóról? A háború istenéről? A legendás olimposzi, A legendás olimposzi harcosok kiképzőjéről? A háború istenéről? A legendás Kürt! Bazd meg! Kezdjük újra! Vigyázz! Kész! Á, tanárul, tetszett már valami, jaj, nem tanárul. Várjál, csinálj többet az ilyen. Aha, csinálj, vagy amennyit tudsz, egy szettet, 12-t. Komolyan. Csinálj, 12-t. Kurukoljál, így van. Az erekkék erejével igába hajtom az isteneket, és mikor végeztem... Várjál, mert hívnak. Ádixus, ne. Hogy sikerült, mi volt a feladat? Semmi. Az első feladatra ránéztem, a könnyen kisvörültek. Kegyetlen volt. Hát azt mondjuk elhiszem. És az utolsó feladat jó volt? Az utolsó feladat el sem olvasztam. Ja, szóval addig el sem jutottam. Akkor addig el sem jutottam. 5 percnél szóltam neki, mikor 5 perc volt hátra találni, én el sem olvastam. És akkor mondtad, hogy akkor, hát akkor olvasd el. Na jó. Ez nem az. És esetleg egy spárbaj? Ennyi. Szerintem elég jó lenne. Szerintem is.